nincsen pénzem és nincsen melom, a homelessnek üres a zsebe és az utca a home. Vagyok, nem növök meg én, más a szorítól, én az utcától leszek majd vén, de tudod, a sors olyan, hogy akárhol élsz, mindenkit, engem is, téged is elér. Ez az első alkalom, hogy itt van? Igen, de elhatároztam, hogy nyugdíjas koromtól havonta egyszer biztos itt leszek. Miért? Mert tetszik, mert valahogy ezt nem tudtam, hogy így működik, és közben rájöttem, hogy ez nagyon hasznos, meg jó. Ricsi mindig süt nekünk 12 kiló házi kenyeret, tehát ez itt meleg lesz még, igazából az a probléma, hogy túl friss. Kapjátok, vagy veszitek? Ez adomány, tehát egy része adomány, ahogy a Ricsié is adomány, a Marmonstein is adomány, és veszünk pluszban még 15 kiló kenyeret, az pedig a pénzbeli adományokból van, ez pedig tárgyi. És hogyan került ide a Petőfi Irodalmi Múzeumból? Evéssel és irodalommal kapcsolatos kéziratokat kértünk íróktól, ezt elárvereztük, ennek az értékét vagy pénzét, azt elhoztuk ide a heti betevőnek. Igazából frissen egy díjat adóról érkezem, mert nagyon nagy örömömre Kovácsi László díjat kaptam, és most volt az átadó. Hát én azt az összeget, amit ezzel a díjjal kaptam, szerettem volna jótékony célra felajánlani. Az utóbbi időben a magyar lakosság megmutatta, hogy milyen civil erő és potenciál van itt az emberekben. Hogyha zenélünk, hamarabb eljut a közönséghez, mint a felolvasás. Így az irodalom is keretbe marad, és a zene meg jobb, hamarabb megnyitja az embereket. Járom az utcákat üvegek után, pár haverommal osztozom a kukán. Jött egy új nő, a Kovács Mari, otthon a küszöböt átlépni nem meri. A férje egy állat, reggeltől estig veri. Most elveszett neki a lánya meg a fia, maradt az utca meg ez a kurva szar pia. Édes élet, mostoha anya, engem a lakásból rúgott ki a banya. Hiába egész héten a robot, a nő egy perc alatt dobott. Idefelé jövet gondolkodtam azon, hogy milyen áldozatkész munka ez. Tehát gondolja el, hogy egész héten hajt valaki heti 6 nap, mondjuk reggeltől estig, és akkor ilyenkor, mikor egy picit alhatna, a helyet fogja magát föl kell reggel, és egy önkéntes mozgalomban a heti betevőben főz, jön, csinálja, oszt. Szólj, szólj, belőle.